Sziasztok gyerekek, ez itt a gaming kanál, és én Guszti vagyok. Itt van Halkó is, itt vagyunk Bazsinál, mert csinál nekünk olyan nyerget a Brontóhoz, amire hát ugye lehet épülni. Hát Bazséknak a háza nem semmi, de Spinojának a színe sem. Alattunk látható egy lila tuta is. Most kapcsolta le a virágokat éppen Bazsi, hogy nyugodtan be tudjunk menni. Nem tudom, ott bent mennyire szabad videózni, azt majd mindjárt megkérdezzük. Így meglátjuk, mi a helyzet. Letettük a madarat. Egyébként Halko már is fogott kettő pachycephalosaurus, amit majd meg is mutatunk. Úgyhogy már ezen a szerveren is van. Ú, gyerekek, gyönyörű, hogy ebben miket lehet épülni, és hogy hogy néz ki ez az egész. Gyere, bár egy kicsit általa. Jövök. Bazsi, mennyire te szabad te kamerázni? Kamerázhatsz felől. Jó, jó. Jöhetek én is? Gyere. Bejöhet a Halkó is? Persze. Gyere csak. Akkor jövök. Hát gyerekek, ez az a hely, ahol ritkán járunk. Ú, a mindeni gyerekek. Fel kell ugorni. Itt ugrani kell, igen. Ú, Bazsi, ez gyönyörű. Nagyon szép. Igen, a Plant Species X az védi itt a placot szépen. Iszunk a szentelt vízből, mielőtt belépünk Bazsi szentélyébe. A mindeni gyerekek, mi az? Van már benne a generátor. Megötted. Aha. Mi ez a számla, Bazsi? Azt a... Az mire jó? Beérek egy kódot. Minden ajtót kinyit. Lekapcsolja az összes lámpát. Azt a ilyen vezérlőt? Nagyon. Ez nagyon jó. Figyel Halkó és a majma. Gyerekek, plafon nézzétek. Tetején gondolom tüske van. Hát Bazsi. Bazsi talán bestimbe rizet. Hát aztán jó sok metál kellett. Hát igen. Igen, igen. Kellett egy kevés. Bazsi be se fér a saját házában, olyan magas. Ismét kim vagyunk most, hogy körbenéztünk egy kicsit. Igen, valóban kék tüskék vannak a ház tetején. Beparkolom a madarat valaki kint. Beparkolja a madarát a Bazsi. Azt a 20-at bepakoljam, ami nekem van azért, vagy mennyit van? Mennyi pasztád van, mit mondtál? 20 körül. 21. Betettem a fabrikát. 21, betettem a fabrikátorra, nem jutom a B-betűt, gyerekek. Indulunk vissza, gyerekek. Megvan a cementpaszta, úgyhogy Bazsi akkor le is gyártja nekünk a cuccot. Ő itt az új madarunk egyébként, akit 81 szintjén ütöttünk ki, és kibülle letettünk, tehát így most 123-as, mindjárt rám lép Halkó. MiG-29 Fulcrum névre hallgat. Egész sok neki a staminája, 1000 fölött van, ami nagyon jó egy pteranodóhoz képest. Úgyhogy gondtalanul lehet vele utazni, gyerekek. Alattunk jön Bazsi, pusztít mindent. Na, lássuk azt a nyerget. De még a nyereg előtt Bazsi fürdőzik egyet. Nagyon szépen úszik a spájnója. Milyen jó a színe, gyerekek, hát nem tudok betelni vele. Ó, de nézd. De én már le is szálltam, gyerekek, Bazsi meggondolom, kiért már a partra. A gyönyörű szép spájnójával. Ha Berta, neked mi van a lábaddal? Valaki teszteli a festéket, látom. Na, szegény, szépen fogsz kinézni, ha tele leszel Gravitizbe. Gravitiz... Belelépett a festék. Azt nézem én is. Gravitizve, gyerekek. Mink egy ekkora súlynál lehet gravitizni is. Graffiti. Na, gyere, Bazsi.
Aha, ha meg tudod csinálni, akkor azt az építőset kérnénk, aha. Mester dolgozik, gyerekek. Készül. Mi megfigyelünk és tanulunk. Közben a Dodót elszedegetem, mert már szépen nyomatják a gyerekek itt. A lányok. Ezt felszedni, gyerekek. Nézd mennyi. Csomószor lenézek, és valahogy négy tojás van egy Dodó alatt, gyerekek. De még ott is van. Útközben elkezdett tenni engem egy albino rex. Ja, azt láttam azt a rexet. Túlélted? Nem tudom, hogy ez volt. Ja, túléltem. Az volt a jó, hogy lefogadott egy paraszaurusz, vagy már nem tudom mi. Bazsi egy csettel támad. Hát ez nagyon jó. Te ezen mindenre tudsz festeni, vagy ez most csak állatokra fog? Ez a direkt a Dino Warpaint. Hát én állatokra, egy ecset kell hozzá, aztán... Nagyon jó. Na itt aztán színes lesz minden, gyerekek. Viszont építkezni még nehéz rá, mert hát nem nehéz rá, hanem nem súlyra van a korlát, hanem elemekre. Szóval jó, elemekre, aha. Elemet lehet ára. Persze, nyilván korlátozott. Minden beleszámít. Na, mit kapsz, Berta, mit kapsz? Az ágyaktól kezdve minden beleszámít. Persze, persze. Gondoltam mondjuk, hogy valami hasonló lesz. A mindenit. Hát gyerekek... Ez durva. Azt az igen. Ez durva, mi halkó? Aha. De elmondja Bazsi, hogy ugye... Ez metal? Hogy? Ez ilyen metal, vagy mi? Aha. Mondja Bazsi, hogy takarékoskodni kell, mert nem súlykorlát van, hanem hogy mennyi elemet építhetsz rá, az ugye meg van szabva. Tehát nem lehet akár mekkorát. De azért egy kisebb házat fel lehet ráhúzni, gondolom. Ú, gyerekek, nagyon jó. Itt a szép színű spinoja Bazsinak. Ez igen. Azt hol írja, hogy az állat farkára, azt akkor nem egyszerűen. Aha, elég jól működik a dolog. Hát gyerekek, ez brutálisan néz ki, majd akkor a következő adásuk egyikébe építünk is rá valamit. Ez valami brutális, gyerekek. Mi van, Berta, mit kaptál a hátadra? Lesz mit cipelned, mi? Nyomunk is egy fotót. Hát ez pont olyan, mint ahogy a konceptképeken is volt, amiket ugye láthattunk. Lássátok egész képbe, hogy néz ki. Valaki már bányász, gondolom Genesz. Gyerekek, még egy teszt eszembe jutott. Szóltam Genesznek, hogy vezesse a Bertát, hogy így menet közbe hogyan néz ez ki. Vigyázzak azért, ne essek le. Hát ez nem hogy olyan, mint ahogy elképzeltem, gyerekek, hanem sokkal jobb. Engedd el a halkó is fel tudja jönni. Mi meg akkor nézelődjünk ezt. Iszonyat jó. Hát egy kisebb ház. Hogyha nem tudom mennyi elem a korlát, majd ezeket kiderítjük, lazán elfér rajta. Ez így azért elég kemény, mert erről lehet ilyen rexet szelídíteni, hogy itt fölállsz, és akkor lövöd őt. Hát jó, ha nem harapja a brontot, ja, végül is nem rossz ötlet. Te, de az a durva, hallod, úgy nézel ki halkó, mint egy kalóz, amelyik a hajót vezeti így most, főleg, hogy a vizet látni mögött. Az jó. Hallod, Genesz, én olyat akarok, hogy dimorfodon ül a vállamon. Valaki megy vezetni? Vezess, Genesz, akkor. Nagyon jó, gyerekek, nagyon jó. Mi van, Berta, hogy bírod? Belementünk a csapdába? Nem tudom. Ó, gyerekek, mi van ott lenn? Au.
Ja, belement. Gyerekek, baleset történt, én tesznek, leraktam egy medvecsapdát nem olyan régen, most Bertával szépen belementünk. Kérdés, hogy le tudjuk-e róla venni? Szegény megfogta, mi? Fölvenni nem lehet? A francba! És most akkor nem tudjuk többet használni, mi? Széttört? Kettő fém és 15 bőr jött belőle, viszont azt mondja a Genesz, hát max majd gyártunk akkor egy másikat, gondolom lehet. Na még egy ilyen felvétel, gyerekek, teljesen jó működik, majd épülni is fogunk rá. Ha jöttök egyébként ez a Fortitude vagy mi, amikor raksz pontokat. Úgyhogy talán akkor megvolt minden, amit akartunk a felvételbe. Voltunk Bazsijéknál is, a Brontó pedig a platformmal így néz ki. Na, a következő epizódban találkozunk, legyetek jók! Sziasztok! Kiegészítés, gyerekek, ígértük, hogy megmutatjuk a dögöket, amelyeket Halkó fogott. Hát azt mondja, a fiút úgy hívják, hogy Mac-Mac, gondolom a kecske hangok miatt tud már kezd elterjedni neten is. Másik pedig Bunkó Bankó. Ő már tojt is, gyerekek, aki még nem látta a pakinak a tojását, meg is mutatom, így néz ki. Tehát egészen konkrétan, és ezt lehet leesik a szekrények mögé, meg se tudom mutatni rendesen. Na csak sikerült ide jutni, egészen pontosan ilyen. Néztem a wikit, még nem lehet tudni, hogy ez melyik kibülhöz lesz jó, aztán azóta már lehet, hogy frissült, de majd kiderül, hogy az ő tojásaikkal melyik állatot lehet szelidíteni. Ennyi lett volna a kis kiegészítés. Sziasztok!